happy day. Kezdődik a Happy Day. A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istene teremtette a mennyet és a földet és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, názáreti Jézus Krisztusban újjászerkeszti, egybeszerkeszti a mennyet a földdel és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy én is meghívást kaptam az Istentől a názáreti Jézus Krisztussal való közösségre, hogy Jézus Krisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut az tőletek. És azért a mai napon is megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztfára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek. És ezért hiszem, hogy mindenre van erőm a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem, és igazság által pedig erős vagyok, erős leszek. És a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya. És ezért a mai napon is fölgerjesztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát, és megvallom, hogy a Szent Szellem bennem lakozik, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Amen. Halleluja. Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Sámuel második könyve, 8. rész. Ezután Dávid hadakozott a filiszteusokkal, legyőzte őket, és elvette tőlük Metegammát. Győzelmet aratott a moábiak fölött is. Megparancsolta, hogy a moábi foglyok sorban feküdjenek le a földre, majd minden harmadik sorból szabadon engedte a foglyokat, a többieket pedig kivégeztette. Az életben hagyott moábiak Dávid alattvalói lettek, és ajándékokat hoztak neki. Dávid elment az Eufrátesz folyó melletti területre, és ott egy emlékoszlopot állított. Ekkor győzte le Hadadézert, Rehób fiát, Cóbá királyát, és igen sok zsákmányt és hadifoglyot ejtett. 1000 harci szekeret, 7000 lovat és 20000 gyalogost. A lovak közül 100 harci szekérbe valót meghagyott magának, de a többit megbénította. Amikor a damaszkuszi arámok sereget küldtek Hadadézer, Cóbá királya megsegítésére, Dávid őket is legyőzte, és a harcban 22000 katonát levágott közülük. Ezután Dávid helyőrséget helyezett Damaszkuszba, és annak a királyságnak a lakói is Dávid alattvalói lettek, és rendszeresen ajándékokat vittek neki. Mindezekben a hadjáratokban az örökkévaló győzelmeket adott Dávidnak, akármerre is járt. Dávid zsákmányul ejtette és Jeruzsálembe vitte azokat az aranypajzsokat is, amelyeket Hadadézer szolgái viseltek. Ezen kívül nagyon sok bronztárgyat zsákmányolt Betachból és Bérótajból, Hadadézer városaiból. Hadadézer sokat hadakozott Tói, Hamát királya ellen. Ezért, amikor Tói meghallotta, hogy Dávid legyőzte Hadadézer seregét, elküldte fiát, Jórámot, hogy köszöntse és áldja meg Dávidot, amiért közös ellenségüket legyőzte.
Jórám sok aranyból, ezüstből és bronzból készült ajándékot is vitt Dávidnak, aki ezeket mind az örökkévalónak szentelte. Ugyanígy tett Dávid azokkal az arany és ezüstárgyakkal is, amelyeket a többi legyőzött néptől zsákmányolt. Az arámoktól, moábiaktól, ammoniaktól, filiszteusoktól, amálekiektől és Hadadézertől, Rehob fiától, Cóbák királyától. Dávid nagy hírnevet szerzett, amikor az edomiak 18 ezer fős seregét is legyőzte a Sós völgyben. Ezután Edom egész területén helyőrségeket állított fel, és az edomiak mind Dávid alattvalói lettek. Mindezekben a hadjáratokban az örökkévaló győzelmeket adott Dávidnak, akármerre is járt. Dávid király egész Izrael népe felett uralkodott, helyes ítéleteket hozott, és igazságot szolgáltatott mindenkinek. Hadseregét a fővezére, Joáb, Ceruja fia vezette. Josafát, Ahilút fia volt Dávid krónikása. A papi szolgálatot ketten látták el. Cádók, Ahitúb fia, és Ahimélek, Ebjátár fia. Szeráják királyi íródeák, Benája, Jójada fia pedig a kerétiek és pelétiek parancsnoka volt. Dávid fiai magasrangú vezetők lettek. 9. rész. Egyszer Dávid ezt kérdezte. Ki van még életben Saul családjából? Ha van még valaki, hűséggel és szeretettel akarok bánni vele Jonatánért. Saul családjának volt egy szolgája, akit Cíbának hívtak. Dávid maga elé hivatta, és megkérdezte tőle. Te vagy Cíbá? Szolgálatodra, királyom, én vagyok az, felelte Cíbá. Mondd meg nekem, Cíbá, folytatta a király. Van-e még valaki életben Saul családjából? Mert hűséggel és szeretettel akarok bánni vele, ahogy erre Isten előtt megesküdtem. Cíbá így felelt. Igen, uram, Jonatán fia még él, csak hogy mindkét lábára sánta. Hol él? Kérdezte Dávid. Lódebár városában, Ammiel fiának Mákírnak házában, válaszolta Cíbá. Dávid ezután odaküldte szolgáit, hogy Meribbált hozzák elé. Amikor Meribbál, Jonatán fia, Saul unokája a király elé járult, tisztelettel arcra borult Dávid előtt, aki megszólította. Meribbál! Uram, valóban én vagyok, szolgálatodra! Ne félj, Meribbál! Bíztatta a király. Apád Jonatán kedvéért hűséggel és szeretettel bánok veled. Visszaadom neked Saulnak, nagyapádnak minden birtokát, te pedig mindig az én asztalomnál fogsz ülni, s velem együtt étkezel majd. Meribbál újra meghajolt a király előtt, és így válaszolt. Uram, bár én csak annyit érek, mint egy döglött kutya, te mégis jó indulattal vagy hozzám. Ezután a király hívatta Cíbát, Saul családjának szolgáját, és megparancsolta neki. Cíbá, uradnak, Saulnak és családjának minden birtokát ma Meribbálnak, urad unokájának adtam. Viseld gondját a birtoknak, műveld meg a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt. Takarítsd be annak termését urad családja számára, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt. Ő maga pedig mindig asztalomnál fog vendégeskedni. Cíbá, akinek 15 fia és 20 szolgája volt, így felelt a királynak. Úgy lesz, uram, királyom, ahogy parancsolod. Szolgád mindent úgy fog tenni, ahogy mondtad. Ettől kezdve Meribbál mindig a király asztalánál étkezett, mint a király fiai. Meribbálnak volt egy Mika nevű kisfia. Cíbá és családja, meg a szolgái mindannyian Meribbál szolgái lettek. Maga Meribbál, aki mind a két lábára sánta volt, Jeruzsálemben lakott, és mindig a király asztalánál étkezett. 10. rész. Történt ezután, hogy Náhás, az ammoniak királya meghalt, és fia Hánún követte a trónon. Amikor ezt Dávid megtudta, azt gondolta. Náhás jó indulattal volt irántam. Én is jó indulattal leszek a fiához. Ezért elküldte követeit Hánunhoz, hogy általuk fejezze ki részvétét Náhás halála miatt. Amikor Dávid követei megérkeztek az ammoniakhoz, a vezetők ezt mondták uruknak, Hánunnak. Királyunk, azt hiszed, hogy Dávid azért küldte hozzád a követeit,
hogy ezzel megtisztelje atyádat, és részvétét fejezze ki atyád halála miatt? Egyáltalán nem. Azért küldte őket, hogy kikémleljék városunkat, és azután Dávid könnyebben el tudja majd foglalni. Hánun hallgatott rájuk, letartóztatta Dávid követeit, és megszégyenítette őket. Féloldalt leborotváltatta a szakállukat, és a ruhájuk alsó felét is levágatta úgy, hogy egészen a derekukig csupaszon maradtak. Azután elküldte őket. Amikor Dávid megtudta, hogy a követeit ennyire megalázták, eléjük küldte a szolgáit ezzel az üzenettel. Maradjatok Jerikóban, amíg újra kinő a szakállatok, csak azután térjetek vissza hozzám. Amikor az ammoniak megtudták, hogy Dávidot magukra haragították, hozzáláttak, hogy fölkészüljenek a közelgő háborúra. A következő országokból fogadtak fel zsoldos katonákat. Arámból, Bétrehóbból és Cóbából összesen 20 000 gyalogost, azután Malkák királyától 1000 főt, és Tóbvidékéről még 12 000 katonát. Ezt Dávid is megtudta, ezért Joáb vezetésével egész hadseregét az ammoniak ellen küldte. Az ammoniak felvonultak a város kapuja előtti csatatérre. Elrendezték soraikat, és készültek a csatára. A segédcsapatok, amelyek Arámból, Rehóbból, Cóbából, Tóbvidékéről és Malkából jöttek, külön álltak fel a mezőn. Amikor Joáb látta, hogy elől és hátul egyaránt ellenséges támadásra számíthat, kiválogatta serege színe javát, és az arámi csapatokkal szemben állította fel őket. Ezt a seregrészt ő maga vezette. Serege másik részét testvére, Abisaj vezetésére bízta, és az ammoniak ellen küldte harcba. A csata előtt ezt mondta Abisajnak. Figyelj rám! Ha úgy fordul, hogy az arámok fölülkerekednek velem szemben, akkor segíts nekem! Ha pedig az ammoniak bizonyulnak erősebbnek nálad, akkor én sietek a segítségedre. Legyünk erősek, és harcoljunk bátran népünkért, Isten városáért. Az örökkévaló pedig tegye azt, amit jónak lát. Azután Joáb és csapata rohamra indult az arám csapatok ellen, akik megfutamodtak előle. Ezt látva az ammoniak is futásnak eredtek, és bemenekültek a városba Abisaj serege elől. Így hát Joáb győztesen tért haza Jeruzsálembe az ammoniak elleni hadjáratból. Az arámok azonban az Izraeltől elszenvedett vereség után ismét összegyűjtötték seregüket Hélámban. Hadadézer király követeket küldött az Eufrátesz folyón túlélő arámokhoz, hogy őket is bevonja a hadjáratba. Azok el is jöttek Hélámba, Sóbak, Hadadézer király hadvezére vezetésével. Amikor Dávid ennek hírét vette, ő is összegyűjtötte seregét egész Izraelből, és maga vezette őket a hadjáratra. Átkeltek a Jordánon, és egyenesen Hélámba vonultak. Ott az arámok csatasorba álltak, és megütköztek Dávid seregével. Az arámok megfutamodtak, és az izraeliek Dávid vezetésével levágtak 40 000 lovast és 700 harci szekéren küzdő harcost. Az arám hadvezér Sóbak is elesett ebben a csatában. Ennek a vereségnek az lett a következménye, hogy azok a királyok, akik addig Hadadézer alattvalói voltak, békét kötöttek Izraellel, és Dávid alattvalói lettek. Az arámok pedig attól kezdve óvakodtak attól, hogy az ammoniaknak katonai segítséget nyújtsanak. Következik Németh Sándor napi üzenete. Na menjünk vissza tovább a János evangélium második fejezetéhez, mert igazából ez a történetnek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja, és ugye erre jön a megoldás, hogy eljött az a pont, amikor bejelentették, nincs bor. Érted? Nincs bor. Most ne a borra gondoljál, hanem nincs áldás, amikor azt gondolják az emberek, hogy kibannak üresedve, úgy gondolják vége mindennek, ez nem megy tovább. És gyakran az Isten munkájáról is gondolnak ilyeneket az emberek, azért, mert olyan nehézségekbe ütköznek az emberek, csak gondoljunk ukrajnai testvéreinkre, hogy jogosan gondolkoznak el azon, hogy hogyan tovább. Továbbra is tudja
a Szentlélek a közösségeket helyreállítani, növelni, és lesz még ébredés. Ezek olyan felvetések, ami nyilvánvalóan jogos kérdések. De nem csak ilyen háborús helyzetben, hanem egyszerűen más normális körülmények között is belekerülhet a keresztény olyan állapotba, amikor úgy érzi, hogy ki van üresedve. Hányan voltatok már ilyen állapotban, hogy éreztétek, hogy nincs bennetek semmi, üresek vagytok. Na emeljétek fel a kezeteket, de őszintén, hát azt gondolom, hogy mindenkinek volt ilyen tapasztalata, a üresség, és ez rendkívül fontos állapot, és erről szól ez a történet, hogy hogyan lehet helyreállítani újra, és dinamizálni a keresztény életet és a szolgálatot egy ilyen holt ponton, amikor az üresség tátong az emberben. És úgy érzi, hogy nincs hit, legalábbis ezt érzi, nincs remény, nincs szeretet, nem lakik bennem a Szentlélek. Nagyon sok rossz érzése van az embernek, rossz gondolatai vannak. Egyet, amit mondok, amit soha ne tegyél meg, hogy akármilyen érzéseid vannak, soha ne fogadd el, hogy a mennyei elhívás érvénytelen. Ez az alap. Tehát, hogy az elhívást akkor se vesd meg, hogyha ilyen lelki, érzelmi állapotban vagy. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, és Isten többek között azért is enged meg, vagy engedi be az embert néha, vagy gyakran ilyen helyzetbe, hogy megtanuljon az ember hinni, és ne az érzékszervére épüljön a hit. Mert ami hit, a érzékszerve épül, az valójában nem hit, hanem valami más. A hit az mindig nem látott dolgokról való meggyőződés, tehát nem érzelemre épül, hanem arra épül, amit az Isten mond. És ha nem érzek semmit se az igéből, semmit nem érzek a Szentlélek jelenlétéből, sőt, még a sorsomban is vannak olyan események, amelyek mindenről szólnak, csak az áldásról nem. Hogy kegyelem alatt vagyok. Na most ilyen helyzetekben az embernek a legfontosabb, hogy megmaradjon a hite, hogy akkor is hiszek, és nem abban hiszek, amit látok, meg hallok, amit érzek, hanem abban hiszek, mondjad, amit Isten igéje mond. És nem abban hiszek, amit látok, érzek. És ezért bekerül az ember a pusztába, hogy a hite tudjon fejlődni. A látható és a láthatatlan világ között egy csatorna igazából, és soha nem látjuk a másik oldalt, hogy hová dobjuk a horgunkat, a hitnek a horgonyát. De mivel, hogy tudjuk, hogy Isten igaz, tudjuk, hogy Isten nem hazudik, tudjuk, hogy Istennek a beszédére lehet támaszkodni, két lábbal rá lehet állni, ezért akkor is a hitünket megőrizzük Isten igéjébe, akár a gondolataink, akár az érzéseink, hitünknek a tárgyát cáfolják. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Lester Sumrall, Életem. Fülöp-szigeteki időszámítás. Lefeküdtem a földre, és sírni kezdtem az Úr előtt, ezért a megkínzott gyermekért. Sehogy se tudtam elfelejteni azt a vérfagyasztó visítást, és azt, ahogy segítségért könyörgött. Kértem az Urat, hogy szabadítsa meg, és űzze ki belőle a démonokat. Kora reggel Isten a szívemre helyezte, hogy menjek be abba a börtönbe, mert használni fog a lány megszabadításában, és ezen keresztül nagy ébredést hoz a Fülöp-szigeteken. Először ellenérzéseim voltak azzal kapcsolatban, hogy bemenjek a börtönbe. De a műsorvezető azt mondta, hogy orvosok, tudósok, professzorok, jogi szakértők, sőt, még spiritiszták is próbáltak már segíteni rajta, hasztalan.
újra bekapcsoltam a rádiót. A műsorvezető elmesélte Clarita rövid, ám annál tragikusabb életét. Az apjára nem is emlékezett. Még akkor meghalt, amikor Clarita egészen kicsi volt. Megboldogult édesanyja, aki prostituált volt, hivatalos jövendőmondással és spiritizmussal egészítette ki jövedelmét. Szeánszokat tartott, és halottak állítólagos szellemeivel beszélgetett. Amikor Clarita 12 éves lett, az anya meghalt, és a kislány az utcára került. Manilai utcalányok lettek a tanítói, és mire betöltötte a 17-et, már hozzátartozott a bárok és a szórakozó helyek életéhez. Egy alkalommal hajnali 2-kor Clarita elkövette azt a hibát, hogy egy civil ruhás rendőrnek tett ajánlatot. Letartóztatták, és a Bilibid börtönbe zárták be. Ezt a 300 éves épületet valaha a spanyol gyarmatosítók építették, később az amerikaiak használták. Ezután a megszálló japánok foglalták el. Itt zajlottak a kihallgatások és a kínvallatások. Most pedig a városi börtönt üzemeltették itt. 2 nappal bebörtönzése után valamilyen láthatatlan erők vadul harabdálni kezdték Clarita testét. Úgy tűnt, hogy 2 vannak. Egy hatalmas, szörnyszerű lény, és egy kisebb. Karmaikat és fogaikat belemélyeztették az utcalány húsába, és véres sebeket ejtettek rajta. Harabdálták a nyakát, a hátát, a lábát és a karját. Sokszor egyszerre. A harapások nyomán hatalmas véraláfutások keletkeztek a testén. Az őrületbe akarták kergetni a 17 éves lányt. És egyetlen szakértő sem tudta megmagyarázni, mi történik. Amikor a lányt átvitték a börtönkórházba megfigyelésre és kezelésre, az orvosok kijelentették, hogy még soha semmi ehhez foghatót nem láttak. A furcsa támadások naponta ismétlődtek, és zavarba ejtettek mindenkit, aki látta. Kikapcsoltam a rádiót, és már tudtam, hogy be kell mennem a börtönbe. Másnap reggel minden újság tele volt a szenzációs történettel. Dr. Mariano B. Lara bárkit beengedett a lányhoz, aki a témához kapcsolódó bármiféle hivatalos okmánnyal rendelkezett. Helyi, kínai és amerikai orvosok, egyetemi tanárok és más szakmabeliek próbálták analizálni a helyzetet. Egy karikaturista még rajzot is készített a lényekről az aznapi reggeli újságban, Clarita leírása nyomán. A UPI és más hírszerkesztőségek elkezdtek világszerte tudósítani a történtekről. Az egyik híradás arról is beszámolt, hogy amikor egy orvos azzal vádolta a lányt, hogy csak megjátsza magát, Clarita rámerett, és csak annyit mondott. Meg fogsz halni. Dr. Manuel Ramos állítólag nyíltan kifejezte, hogy nem hisz a jelenség természet fölötti jellegében. Gúnytűzött az esetből mások jelenlétében, és kijelentette, a maga részéről az egészet valamifajta beugratásnak tartja. A szemtanúk állítása szerint Clarita és az orvos összeütközésbe kerültek, amelynek során Clarita azt mondta neki, hogy meg fog halni. Másnap ugyanabban az órában az orvos váratlanul kilehelte a lelkét. Betegség bármilyen jele nélkül. A kórboncnok szívrohamot állapított meg. A beszámolókat olvasva rájöttem, hogy a történet már 3 hete zajlik. Az újságok beszámoltak egy börtönőrről is, aki néhány nappal korábban az orvoshoz hasonlóan végezte. Antonio Gabini kapitányt, a Bilibid börtön rangidős tisztjét nagyon kihozta a sodrából, amikor a lány az íróasztala alá mászott, és ott azt mondta, hogy démonok csiklandozzák. Valóságos nevetőgörcs fogta el, amikor a kapitány felszólította, hogy jöjjön ki az asztal alól, és úgy izget mozgott, mintha valaki az ujjával bögdösné. Amikor aztán végre előmászott az asztal alól, megkérdezte a kapitányt, nem látta-e azt a kis fémkeresztet, amit a ruháján szokott viselni.
Gabini kapitány, szólt a jelentések szerint a lány. Hol van a keresztem? Nem tudom, felelte a kapitány. Erre a lány az asztal alá pillantott, ahol addig tartózkodott. Azután azt mondta, nézze meg, hát ha a zsebében van. Hogy elejét vegye a további vitáknak, a kapitány kifordította a zsebeit. Amikor visszatűrte, a démonizált lány furcsa pillantást vetett rá, és nyafogó hangon így szólt. Kapitány, nézze meg újra! A kapitány úgy érezte, hogy a hideg futkos a hátán, és amikor újra bedugta a kezét a zsebébe, a kezébe került a kis fémkereszt. Átadta a lánynak, és a lány ekkor neki is azt mondta, mint később dr. Ramosnak, hogy meg fog halni. Ezután Gabini kapitány valóban beteg lett. A beszámolók szerint úgy hervadozott, mint egy virág a tűző napon, és végül meghalt. Semmi kézzel fogható szervi rendellenességet nem találtak nála. A nagyobbik démon Clarita elmondása alapján szörnyen nagy volt, fekete és nagyon szőrös. A szája két sarkából agyarak álltak ki. Ezeknek a nyomait az orvosok megtalálták a testén. A kisebbik lény olyasmi volt, mint egy törpe, a hátára szokott mászni és a felső testét harabdálta. Mindkét szellem előszeretettel harabdálta a kevésbé csontos testrészeket, ahol jól bele tudták mélyeszteni a fogaikat. A combján, a nyaka mögött, a felső karján. Mélyen belevájták a fogaikat a húsba, és csúnya, fájdalmas sebeket ejtettek rajta. Az elmondások alapján dr. Lara és asszisztensei mindenféle szakembert hívtak meg, orvosokat, sebészeket, pszichiátereket, professzorokat, a távol-keleti egyetemről és a Santo Tomás egyetemről. Egyikük sem tudta megmagyarázni a jelenséget. Sokan gondoltak rettegve arra, hogy ki lesz a lány átkozódásának következő áldozata. Dr. Lara és stábja, az újságok szerint, nemzetközi felhívást intézett minden kollégájához. 3000 távirat érkezett, többnyire Japánból és Indiából, amelyekben tanácsokat adtak arra vonatkozólag, hogyan kell elbánni láthatatlan harapós lényekkel, de egy keresztény sem tudott megoldást adni. Állítólag egy helyi spiritista csoport is megvizsgálta a lányt, és azt állapították meg, hogy Keresztelő János harabdálja. Akkor reggel azt mondta nekem Isten, ha te nem akarod megtenni, nincs más, akire rábízhatom. Ez volt az első eset, hogy Istennek rám volt szüksége. Jó érzés volt. Így feleltem. No, ha nincs senki más, csak én, akkor megteszem érted. Bár nincs sok kedvem oda menni. Beültem az autómba, de mert nem tudtam, merre van a börtön, úgy döntöttem, hogy előbb elmegyek az építész barátomhoz, akinek egy nagy cipőgyára is volt. Amellett, hogy milliómos volt, nagyon szeretetreméltó személynek ismertem meg. Egy gyönyörű házban élt. Hallottál arról a lányról, akit démonok harabdálnak? Kérdeztem tőle. Ó, hát persze, végigkövettem a történetet az újságokban. Ez aztán érdekes dolog, mi? Elmegyek és imádkozom érte. Veled megyek. Katolikus volt, nem tudta, mibe keveredik bele. Csak látni akarta az őrült nő szemét. Ismered a polgármestert? Kérdeztem. Hogyne, mindig itt szokott úszkálni a medencémben, amikor partit adok. Jó barátságban vagyunk. És bemehetsz hozzá külön engedély nélkül? Hogyne. Van egy személyi liftje, amely egyenesen a szobájába visz fel a városi tanács alaksorából. Ebben a több milliós városban a városi tanács 2 háztömb hosszú volt, és 4 emelet magas. Autóval oda mentünk hát az alaksorhoz, s beszálltunk a titkos liftbe, amely egy hatalmas irodába vitt fel. A polgármester ott ült az irodában egy túlméretezett íróasztal mögött. 15-en 20-an álltak körbe, és éppen papírokat írt alá.
A polgármesterek irodáiban általában meglehetős káosz uralkodik. Különösen egy harmadik világbéli országban, ahol mindenki valamilyen baráti szívességet szeretne kérni tőle. Egy hatalmas papírhegy magasodott a polgármester előtt, ugyanakkor egyszerre egy tucat emberrel tárgyalt. Termetes férfi volt, legalább 190 cm magas, amihez képzeljünk hozzá egy 48-as innyakat. Gerillaként harcolt a Fülöp-szigeteki ellenállók között, a japán megszállás idején. Tudta, mit jelent a hegyek között bujkálni és harcolni géppuskával a vállán. A barátom megszólította. Arsenio, ez volt a polgármester keresztneve, de az egyelőre semmi jelét nem adta, hogy észrevett volna bennünket. Tovább beszélgetett azzal a tucatnyi emberrel, és írta alá a papírokat. Az építész megismételte. Arsenio! Barátok voltak, de ő fel sem pillantott. Végre aztán a barátom így szólt. Arsenio, van itt egy ember, aki szeretné kiűzni az ördögöt Claritából. A polgármester kezében hirtelen megállt a toll, kiesett a kezéből, és végiggurult az íróasztalán. Mi? Hogy? Micsoda? Ez az amerikai itt. Szeretne bemenni a börtönbe és imádkozni a lányért. Kaphatna egy engedélyt? A polgármester megkerülte az asztalt, oda jött hozzánk, majdnem egy fejjel volt magasabb nálam, és a vállamra tette a kezét. Nem hallotta, hogy egy orvos és a rangidős börtönőr is meghalt? Nem szeretném, ha a következő egy amerikai lenne. Á, én nem fogok meghalni, mondtam. Isten szólt hozzám, hogy üzzem ki az ördögöt abból a lányból, és meggyógyul. Ennek a hatalmas városnak a polgármestere rám nézett, és azt mondta. Nem fog baja esni? Nem engedhetem meg, hogy egy amerikainak baja essék. Ez már így nemzeti kérdés, de nem szeretném, ha nemzetközivé válna. Nem lesz semmi bajom, Mr. Luxon, nyugtattam meg. Én nem akartam jönni, de Jézus mondta, hogy tegyem meg. Kinyitottam a Bibliámat, és felolvastam neki a Márk 16:17-et. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek. Ezt Jézus mondta, tettem hozzá. Még soha nem olvasta. Nem sokat tudott a Bibliáról. Ez igaz? Kérdezte. Jézus mondta. Nem fog meghalni, ha átmegy oda? Faggatott tovább. Nem, nem fogok meghalni. Jó, akkor menjen. Egyezett bele. Ha ön megengedi, én készen állok. Rendben, mondta és odaszólt az egyik emberének. Hívja a Bilibit börtönt. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, már is indul a szeptemberi atmoszféra. Vendégünk ezúttal Mézes András, akivel az identitásról és annak megéléséről, illetve megtalálásáról fogunk beszélgetni. Egy-két kérdést ízelítőnek. Mik az identitás alapjai? Hogyan lehetünk teljesen önazonosak? Izgalmas a téma, jók a kérdések, kiváló a beszélgető partner. Maradjatok velünk és hallgassatok minket, rövidesen kezdünk. Sziasztok, már indul is a szeptemberi atmoszféra, vendégünk Mézes András. Szervusz András, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Szervusztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönjük. A téma ma, illetve ebben a hónapban az identitás, hogy lehet meghatározni, hogyan lehet erős az identitásunk, és egyáltalán mi is az az identitás, és mi a különbség keresztény identitás és nemzeti és nem identitás között, ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni. Én nem is húznám tovább az időt, vágjunk bele. Tehát hogy lehet meghatározni az identitást? Hát ez az identitás lehet, hogy kicsit idegenül hangzik, de alapvetően arról van szó, hogy az ember kinek érzi önmagát, és kinek éli meg önmagát. Tehát nagyon erőteljesen bennünk van egy énkép,
egy én azonosság. És maga a szó annyit jelent, hogy azonosság. Uh-huh. És arra használjuk alapvetően ezt a kifejezést, hogy én kinek élem meg önmagam. Ugye egy keresztény fiatalnál rendkívül fontos, ugyanis amilyen életben élünk, amilyen világ körülvesz bennünket, millió befolyás éri az embert, rendkívül intenzív impulzusokat kap, akármerre fordul igen. az ember, és ahhoz, hogy valóban azt az életet tudja megélni, amit Isten elgondolt felőle, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy ez a terület rendkívül erős legyen. Ugye mindenki rendelkezik identitással, uh-huh. ezzel az én azonossággal, vagy ezzel a tudattal. Ugyanakkor nagyon fontos tudni azt, hogy ez nem egy ilyen magányos spekuláció által, tehát hogy az ember így gondolkodik, és akkor kialakul uh-huh. benne valami. Hanem hogyan? Hanem ez úgy jön, hogy érik behatások, befolyások az embert, és akár egy ilyen a környezete részéről folyamatosan, például nagyon nagy szerepe van a szülőknek ebben, uh-huh. nagyon nagy szerepe van annak, ami körülveszi a fiatalt, például a gyülekezetbe igen. járó fiatalok, nagyon igaz ez, hogy amit a gyerekvigyázóban kiskorában megtapasztalt, ahogyan nő bele a gyülekezetbe, keresztény, többi keresztény ifjútól, amit átél, illetve hát a gyülekezetben való szolgálatok, és mindaz, ami a gyüliben éri az embert, az mindez hatással van. Az identitás az egy idő, mire kialakul uh-huh. az emberben, tehát rendkívül fontos, hogy erős legyen, világos legyen, tiszta legyen, de emellett pedig ahhoz, tehát nem erős és nem világos, nem tiszta, egészen addig, amíg ki nem alakul. Uh-huh. És szakmailag azt mondják, hogy ez olyan 18-22 éves korra uh-huh. alakul ki. Tehát a rádió hallgatók, az atmoszféra hallgatói pont abban a korban vannak, amikor egy nagyon izgalmas időszak az identitás szempontjából, mert még nem kristályosodott ki, igen. ugyanakkor nagyon fontos, hogy megerősödjön, és amikor itt az idő, akkor pedig valóban egy olyan stabil alapot tudjon adni mindenkinek, amire egyrészt egy nagyon sikeres hívő életet, és egy nagyon boldog életet tud felépíteni. Mit jelent az, hogy stabil identitás? Szóval ez alatt mit kell érteni? Ez alatt azt kell érteni, hogy a különböző kulcskérdésekre, ami az identitáshoz kapcsolódik, tud az ember nagyon határozott választ adni, de nem csak intellektuálisan egy gondolatból mond egy választ, hogy tudja, hogy erre ez a jó válasz, hanem valóban úgy is éli meg. Az identitásnak van négy fő kérdése, és hogyha ezekre a kérdésekre az ember önmagában nagyon határozottan és nagyon, nagyon világosan válaszol, és nagyon egyértelműen éli meg ezeket a területeket, akkor azt lehet mondani, hogy egy stabil identitása van. Mm-hmm. Ez a négy kérdés, ez úgy hangzik, hogy az első, hogy ki vagyok én. Mm-hmm. A második az, hogy merre tartok, tehát az életem iránya. Az egy milyen irány az, amit megélek, mi a célja az életemnek, és ezt a célt most éppen afelé megyek-e, hogy megragadjam, vagy pedig nem. Tehát, hogy merre tartok. A negyedik az, hogy hová tartozom. Tehát mi az a közösség, mi az a kapcsolódási háló, amiben benne vagyok, és a negyedik nagyon fontos, hogy milyen értékeket tartok fontosnak. Uh-huh. És ugye, hogyha megnézzük ezeket, a Biblia nagyon részletesen tanít mind a négyről, nem véletlenül. Ugyanis Isten egészséges személyiségekké akar bennünket nevelni, és egészséges személyiségek pedig csak úgy tudunk lenni, igazán szabad emberek, hogyha bibliai mércével mérve egy nagyon világos és nagyon erős identitással rendelkezünk. És ezekre a kérdésekre mi a válaszok? Csak azért egy kérdést, ami engem érdekel, én is hozzáfűznék, hogy mondtad, hogy nem intellektuális a válasz ezekre. Tehát hogyan lehet Istentől megkapni ezekre a kérdésekre személyesen a választ? Hát maga
ugye ezek a kérdések, hogyha megnézzük, ezekre nagyon világos és nagyon egyszerű válaszok születnek. Uh-huh. Talán az első tűnik a legbonyolultabbnak, hogy ki vagyok. De a többi az a gyülekezetben, a Bibliában egy nagyon világos, egyértelmű válasz sorral rendelkezik. De hát, hogyha jobban megnézzük, az első kérdés is az. Amit itt feltettél, hogy nem egy ilyen intellektusból. Én nem azt mondom, hogy az intellektus nem érintett benne, nagyon erőteljesen érintett, tehát kell, hogy tudatos legyen. De ugyanakkor az nem jó, hogyha az embernek a benseje, az ő teljes belső világa idegen, vagy el van idegenülve mondjuk a tudati válaszaitól. Uh-huh. Mert az ember ki tudja alakítani önmagában, hogy tudja jól, hogy nagyjából mi lenne a jó válasz erre, és erre ad egy válasz, de ugyanakkor belül mást él meg, uh-huh. és nem azonosul azzal a válaszsal, de hát az identitás pont egy azonosulás. Uh-huh. Na, az normális, hogyha valaki ilyen 10 éves korban még csak mondja, de nem éli meg, amit mond? Hát alapvetően az biztos, hogy az a szerencsés, ha meg is éli. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség, hogyha őszinte ebben. Uh-huh. Tehát Isten az őszintességet nagyon támogatja. Sőt, hát igazán csak azt támogatja. Az őszinteség pedig az, amikor az ember bizalommal feltárja magát Isten előtt, és azok előtt, akiket Isten megbízott azzal, hogy örködjenek felettünk. Például a szüleink, uh-huh. amikor még annyi idősek vagyunk. Tehát egy őszinte ember a problémáival soha nem elutasítást vagy megaláztatást kap, hanem az Úr azt látjuk, hogy az őszinteséget nagyon-nagyon díjazza. És ugye egy fiatal azt mondja, hogy én tudom, hogy ennek így kéne működni, ennek tudom, de belül valami mást élek át, akkor biztos vagyok abban, hogy Istennek megvan a támasza, és megvan a segítsége arra, hogy így kitisztuljon a kép. Mert tényleg kitisztul. Mert Jézus Krisztus tényleg feltámadt a halálból. Ő tényleg él. És mindaz, amit a Bibliában olvasunk, az igaz. Az utolsó szóig igaz. És az az igazság beszéde. És hogyha én diszharmóniát, egy teljes zavart látok az általam megélt dolgok és a Biblia között, akkor arra megvan a magyarázat, és azt ki lehet tisztázni. Ugye nagyon érdekes, hogy például ott van Ábrahám, Izsák, Jákob. Ugye Ábrahámot elhívta az Úr, és kijelentette magát neki. És utána úgy beszélt Jákobnak, vagy úgy beszélt az ő fiának, Izsáknak, hogy én a te atyád istene vagyok. Ábrahámnak a te atyádnak az istene, amikor megszólította. És miután megszólította, Izsák is megismerte őt, és utána pedig már Jákobnak úgy mutatkozott, hogy én vagyok a te atyáid Ábrahámnak, és Izsáknak az istene. Tehát ezzel azt mondom, hogy mindenkinek személyes istenévé akar válni az Úr. Uh-huh. És amíg az ő megszólítása, az ő személyes ismerete még nem lesz úrrá bennem, mondjuk, mert még második, harmadik generációs hívőként tudom, hogy mi a jó, de még belül ez a megtapasztalás még várat magára, nem kell kétségbe esni, az Úr jön, ő szól. És valóban az ő személye az, ami úgy mindent helyre rak az emberben. Addig pedig jó, hogyha figyel például arra a kérdésre, hogy merre tartok. Legyen egy jó irány, és Isten jönni fog ő a szabadságban, a szeretetben, a világosságban, abban a jóban, amit ő adott, ő abban gyönyörködik. Uh-huh. Tehát, hogyha valakiben zavar van ezen a területen, ne essen kétségbe, legyen őszinte. Akkor ezek szerint ahhoz, hogy valakinek stabil identitása legyen, ahhoz kell az, hogy legyen egy őszinte kapcsolata a közössége Istennel. Egy zene után megtudjuk erre a kérdésre a választ. Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja. Folytatjuk is az adást, és akkor ott fejeztük be, hogy az volt a kérdésem kezdete, és most elmondom a végét is, hogy ezek szerint azok alapján, amiket elmondtál, akkor ahhoz, hogy valakinek stabil identitása legyen, elengedhetetlen az, hogy megtérjen, tehát hogy egy őszinte közössége és kapcsolata legyen Istennel. Hát ahhoz, hogy a vallási vagy a bibliai identitása kialakuljon, ami számunkra a legfontosabb,
Ahhoz igen. Uh-huh. Tehát az Úr személye nélkül, Jézus Krisztussal való találkozás nélkül az egész kereszténység egy nagyon, nagyon ellentmondásos valóság. Tehát uh-huh. olyan, hogy aminek a lényegét nem lehet megérteni vagy megragadni. Abban jelenik meg az emberben az ismeret, amikor Jézus Krisztussal találkozik. Tehát amikor valóban megtér, ugye egy második, harmadik generációs hívőnél kicsit máshogy működik, mint olyan embereknél, akik, mint például amilyen én is vagyok, hogy az életemnek egy részét, azt egyértelműen Isten nélkül bűnökben és a világban töltöttem el. És egyértelmű volt számomra, hogy meg kell térnem, és megtértem, befogadtam Jézust, ez a találkozás, ez egy elementáris élmény volt, és különbséget tudtam tenni a régi és az új között. Egy második, harmadik generációs hívő inkább olyasmi helyzetben van, mint Izsák, mondjuk, vagy mint Jákob, aki látta az apjától, hogy mondjuk hogyan imádkozik, hogyan mutat be áldozatot, és biztos, hogy az apja beszélt róla, Ábrahám sokat tanította mondjuk a fiát Istennek az ismeretére, de igazán akkor lett az övé, az az Isten, amikor megszólította őt. Ez megfelel a szívből való megtérésnek igazán, amikor egy fiatal dönt. Ez jobb, hogyha minél hamarabb megtörténik, de szívből van. Mm. És erre a döntésre Isten válaszol. És jön, ahogy ő megígérte, hogy közel legyetek hozzám, és én közeledek hozzátok. És igazán ő az, aki teljesen kifelépíti és kiépíti az emberben ezt az önazonosságot, ezt az identitást, mert Jézus Krisztus nélkül, az ő személyes ismerete nélkül igazán ez az identitás is teljesen értelmezhetetlen, hiszen ő az életünknek a forrása, ő az életünk célja, ő az, aki elkezdte, aki fenntartja, és ő az, akiért van minden. Ha jól értem, akkor egy nem Isten hívő embernek, hogy mondjam, valamennyire öncsalásokban él, és hamis az önképe, hamis az identitás tudata? Hát a Bibliához képest, tehát más torz, tehát uh-huh. az biztos, hogy nem az, de hát ő is rendelkezik egy identitással. A Biblia alapján természetesen az nem egy jó identitás. Igen. De ettől függetlenül egy nagyon, nagyon kiforrott, nagyon erős identitással Igen. rendelkezhet. De az biztos, hogyha egy ilyen személy megtér, akkor azt egyértelműen az ige alapján, és Isten kijelentése alapján, és a gyülekezet befolyása és tanításai alapján azt módosítania kell. És lehet, hogy ez beletelik egy kis időbe. Uh-huh. Tehát a teljes identitását igazából újra kell töltenie, mint... Hát gyakorlatilag igen, egy reszetelni kell, igen, és igen. vissza a gyökerekhez. Tehát az egyértelműen az van, hogy felépíteni ezekre a kérdésekre az ige által adott válaszokat, amiket olvasunk is a Bibliában, illetve amikor kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal, Szentlélekkel közösségben vagyunk, akkor egyértelműen kapjuk ezeket az impulzusokat és kijelentéseket. Uh-huh. És ez olyan mélyen hatol be az ember bensejébe, például az a kérdés, hogy ki vagyok én. Igen. Arra egy annyira világos választ kapunk. Például tudsz egy példát mondani, mert mi még annyira fiatalok vagyunk, hogy mi is ebbe a kategóriába vagyunk, hogy keressük erre a négy kérdésre. Igen, én is pont ezen gondolkoztam, hogy ez a kérdés, hogy ki vagyok, hát igazából még annyira nem tudom, illetve korábban még ennyire sem tudtam, mert pont az volt bennem, hogy sem gyerek nem vagyok, sem felnőtt még nem vagyok, de akkor mégis ki vagyok, és miért vagyok, és akkor most hova tartozom? Tehát, hogy lehet megtalálni ezekre a kérdésekre a valóságos választ Istentől? Hogy ki vagyok én? Igen. Hát Olivia, te Olivia vagy, Levi, te pedig Levi vagy, igen. Tehát eddig igazán eddig megy. Eddig. De az, hogy most felnőtt vagyok, vagy fiatal vagyok, vagy hogy hol tartok én, az alapvetően nagyon fontos kérdés, de nem arra válasz, hogy ki vagyok én. Uh-huh. Az, hogy ki vagyok én, az ott belül mélyen születik meg, akinek éled önmagad. Ugye itt ad nagyon világos látásokat. Például mondja azt a Biblia több helyen, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Azt, hogy ő egyrészt gyermeke,
másrészt akit szeret. Uh-huh. Ez a keresztény identitásnak, hát azt lehet mondani, talán a szíve. Amit mond, hogy Jézus Krisztusban egy olyan személy vagyok, aki Istentől született, tehát aki Istent apjának kell, hogy lássa, és ráadásul egy olyan apának, aki szereti őt. Ugye, ahogy mondja a fiúság szelleméről, aki kiáltja bennünk, hogy abba, szeretett atya. Ez az abba, ez az apának a becézése az eredeti szövegekben. Tehát a héberben ez az ábá, ez pontosan azt jelenti, hogy amit talán mi vagy apunak, apucinak, vagy édesapám, tehát aki hogy becézi az ő apját, ami benne van, az az őszinte, mély, ragaszkodó szeretet. Tehát az első kérdésre válasz, hogy ki vagyok én? Hát alapvetően egy olyan személy, akit nagyon-nagyon-nagyon szeret Isten, és aki ráadásul gyermeke is. És Isten. Bocs, hogy közbevágok. Ez a válasz a fejből hogy tud lemenni a szívbe? Tehát, hogy lehet, hogy egy második, harmadik generációs 5 milliószor hallotta már ezt. De valahogy csak fejbe tudja, és a szívében nincs benne, nem éli meg. Uh-huh. Hát nem tapasztalatból mondom, mert én nem voltam még ilyen helyzetben. Nekem a megtérésem utáni éjszakán, amikor Jézus Krisztussal találkoztam, ez úgy teljesen világos lett. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy másnak is egy ilyen találkozás kell. Ez a találkozás pedig, ahogy a Bibliában is látjuk, közeledjetek hozzám, és én közeledek hozzátok. Tehát kell, hogy legyen a második, harmadik generációs hívőnek is bárhány Isten tiszteleten hallotta, akárhány bibliaiskolában, vagy pásztorláson, vagy akárhol a gyülekezetben hallotta, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ahhoz, hogy a fejből lemenjen a szívbe, ahhoz neki őszintén közeledni kell Istenhez. És az őszintesség, ez tényleg az, hogy én Istennek elmondom, hogy Uram, én csak a fejemben érzem, de kérlek, én hiszem, hogy valóban te az vagy, akinek mondod magad, de még ezt nem éltem át. Én kérlek, segíts. És Isten az ilyen őszinte imákat nagyon gyorsan megválaszolja. Tehát, hogyha valakinek csak a fejében van, és azt szeretné, hogy leszivárogjon lejjebb egy 25-30 centit, az tegye ezt, hogy őszintén mondja el az Úrnak. Hát Isten nem robotokat lát, hála Istennek, és nem robotokat teremtett, hanem ő egy nagyon mély, bensőséges kapcsolatra vágyik. És ti is, ahogy részei vagytok bensőséges kapcsolatoknak, tudjátok jól, hogy ezek a bensőséges kapcsolatok úgy tudnak létrejönni, és úgy tudnak fennmaradni, hogyha benne van a bizalom, és benne van az őszintesség. Na most, hogyha Isten ezt kéri tőlünk, ezt akarja, akkor ő vele ugyanilyennek kell lenni, hogy személyes legyen az az igazi kapcsolat. És a Szentlélek nagyon gyorsan ezt a szeretett gyermeki ismeretet az ember bensejében létrehozza. Egyébként én azt tapasztaltam, hogy ha valaki eljut arra a pontra, hogy már tényleg van egy stabil identitása, és tudja ezekre a kérdésre a választ, akkor onnantól kezdve mondjuk a suliba, hogyha valaki azt megkérdőjelezi, vagy támadja, vagy akármilyen olyan befolyás éri, ami ezek ellen van, egyszerűen annyira szilárd meggyőződése van róla, hogy nem tudja megtántorítani, vagy így megingatni ebbe. Így van. Tehát az identitásnak többek között ez is a lényege. Tehát igazán a hitből való élet, annak egy része az úgy tud stabilan működni, hogy amit mondasz, hogy bármi is éri az embert, kialakult egy belső meggyőződés, egy önazonosság, hogy ki vagyok én, és ebben az állapotban bármi éri az embert. Na most képzelj el egy fiatal, hogy most az iskolában úgy érzi, hogy elég nagy kihívások érik, mondjuk az osztálytársak részéről, amit én maximálisan elfogadok, hogy tényleg nem könnyű, és mindenkinek nagy-nagy elismerés, és csak kitartás, mert nagyon jó, hogyha ebben megáll. De ez ilyen lesz, ez a földi élet. Tehát más oldalról is jön, nem az osztálytársak, hanem később munkatársak, és minden, ami körülveszi az embert.
de Jézus Krisztusban megvan ez az erős identitás, akkor ahogy a lepattan a szikláról a rádobott kavics, ugyanígy, vagy bármilyen példát is mondhatunk, egyszerűen nem tudja megingatni, mert kősziklára épült. Nekem lenne néhány konkrét kérdésem, amik nagyon-nagyon foglalkoztattak az utóbbi években, sőt, még most is foglalkoztatnak. Nosza. Van két ige, az egyik az, hogy élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. A másik pedig szintén a Róma levélbe, ha jól tudom, az, hogy nem, tehát az a lényege, hogy én már új ember vagyok, és nem vagyok óember. Ahogy így gondolkoztam ezen, úgy arra jöttem rá, hogy meg még ezekhez hozzájön az, hogy még nem vagyok felnőtt, de már nem vagyok gyerek, és akkor ezek a kérdések egy összecsapnak az ember feje fölött, és akkor igazából teljesen nem tud választ adni, legalábbis én nem tudtam arra a kérdésre, hogy én ki vagyok. Tehát mit jelentenek ezek az igék, hogy én valami klón lény vagyok, vagy valami droid vagyok? Hogy én már nem is élek. Levi, robot van. Jó, hát tudom, csak karikíroztam, de tehát egy kis magyarázat. Világos, tehát hogy most ha jól értem a kérdést, akkor tehát hogy van az, hogy most egyéniség vagyok, vagy egy Krisztus klón, vagy valami ilyesmi, hogyha élek többé. Nem, ez nem így működik. A Isten által alkotott ember az alapvetően Isten terve szerint alkotott ember. Mm-hmm. Tehát az, hogy valaki létezik, hogy hallgatja ezt a rádió adást, 100%-ig meg kell, hogy győződjön, vagy tudatosulni kell ő benne, hogy Isten akaratából él. És amikor Isten akaratából való életről beszélünk, az azt jelenti, hogy ő egy nagyon-nagyon színes egyéniségekben gondolkodik. Tehát Isten nem egy ilyen uniformizált, egy ilyen teljesen egy kaptafára készült világban gondolkodik, hiszen azt mondta, hogy pesdüljön a víz a halak nyüzsgésétől. És hogyha valaki megnézi, hogy hogyan nyüzsögnek a halak, akik Isten beszédére jöttek létre, bele csak egy pillanatra belenéz, egy mondjuk egy tengeri színes kavalkádba, akkor már egy kis ízelítőt kap abból, hogy Istennek mennyire kedves a sokszínűség. Na most Jézus Krisztus személye az egy olyan gazdag személyiség, hogy aki elfogadja őt megváltójának, és el akar változni az ő képére és hasonlatosságára, már pedig ez a hitünknek az egyik célja, az a fantasztikus, hogy aki nem egy ilyen vallásos kötelékekben, hanem szabadságban, szeretetben, egy szeretet kapcsolatban éli ezt meg, különleges egyéniség lesz. Bármilyen háttérből is jöjjön, és nem egy ilyen magára erőltetett máz lesz az individuma, az egyénisége, hanem tényleg egy ilyen rendkívül különleges lesz. Ez Isten csodája, amire utaltál, ige, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, az úgy folytatódik, hogy és ami életet ebben a testben élem, azt Isten fiába vetett hitből élem, aki szeretett engem, és az életét adta értem. Tehát igazán akkor tudom megélni ezt az igazságot, hogyha átélem azt, hogy Jézus szeret engem. Uh-huh. És amikor szeret engem, megfeszítem az óemberemet, és ahogy szeret engem, egyszerűen kibomlik belőlem az, aki én valójában vagyok. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten így leteker bennem mindent, és csak egy ilyen teljesen összetekert valaki lesz. Hardware lesz. Igen, hardware, vagy ilyen múmiaként az ember, így meg, hát amikor feltámadt valaki a halálból, például Jézus szolgálata során, ott azt mondta Jézus, hogy oldjátok el, és engedjétek menni. Uh-huh. Tehát pontosan Lázár feltámadásánál is ezt látjuk. Tehát amikor az ember átjön a halálból az életbe, akkor Isten azt akarja, hogy legyen elengedve. És a személyiség az tényleg kifejlődik. Ne féljen attól senki, hogy most Jézus Krisztusra akar hasonlítani az életében, és ezért elveszíti az egyéniségét. Éppen ellenkezőleg. Uh-huh. A személyiségének az igazi íze,
az igazi egyedisége, a különlegessége, és amire ő teremtve van, aminek elgondolta Isten annak idején, az akkor lesz, akkor kerül a helyére. És ennek mindig az a különlegessége, hogy tényleg az egyház inkább hasonlít egy korallzátony színességére, a maga gyönyörűségével. Mint egy téglafalra, pontosan. Tehát ez Isten... Nem értem, a téglafalban mi olyan ronda? Nem ronda, csak... Csak kétszínű. Csak mégis más, mint minden egy forma. Na. Igen, mondjuk attól függ, milyen téglákból van. Igen, tehát de most a Levi egy ilyen nagyon... Színes. Nagyon-nagyon ugyanolyan téglákra gondolt. Abszolút. Tehát az tényleg így van, hogy akkor találja meg igazán önmagát. Amire utaltál talán másik ige is, hogy az ember elveszíti az életét, és megtalálja azt. Na pontosan erről van szó. Amíg az Úrban nem találom meg, addig csak ilyen utánzatokat hajkurászok, akár önmagamban, akár a környezetemben, kiderül, hogy minden csak ilyen gagyi utánzat. Másokat majmolok. Így van. Kierkegaard mondta egyszer, hogy minden ember egyedinek születik, de más alatként hal meg. Van benne valami, bár az, és mert az ember az élete során megpróbál másokra hasonlítani, de hogy az a benne lévő eredeti, lehet, hogy még születésekor sem bírja önmagában. Viszont Jézus Krisztussal az újjászületéskor tényleg bejön az az eredeti, az az igazán ő. Jézus Krisztus hozza. Tehát amikor azt mondja, hogy én a neveden szólítottalak, abban benne van, hogy nagyon személyesen bánik velünk az Úr. Mindenkivel külön-külön. Hogyha meghallgatsz a bizonyságokat, hogy ki hogyan tért meg. Az a tapasztalat, hogy mindegyik nagyon építő, de az is benne van, hogy lehet, hogy engem az, a bizonyság nem győzött volna meg. És lehet, hogy az én bizonyságom meg más nem győzött volna meg. De Isten tudja, hogy kinek mi. De amit én átéltem, az egy akkora élmény volt nekem. Mert ő tudta, hogy ki vagyok, milyen, hogyan kell közelíteni, mindent ismer belőlem, és úgy azt mondták, úgy mondták, és utána teljesen le voltam taglózva a szellem által, és teljesen az Úré lettem, mert nekem az volt a név szerinti kezelési mód, és mindenkivel ez van. Na most, hogyha Isten ennyire bánik, ennyire figyel a személyiségek különbözőségére, akkor ne ijedjen meg senki, a személyiségek különbözősége az Úrtól van. Mert ő tényleg azt akarja, hogy mindenki azzá legyen, akivé Isten megálmodta, és akivé eltervezte. És ha egy személyes, szoros kapcsolat van az Úrral, akkor az egész megvalósul ténylegesen. Még egy nyakatekert vallásos kérdés. Nem bűn az, hogyha az ember a saját személyiség gét akarja megtalálni Jézusba? Tehát, hogy azért közeledik Jézushoz, hogy igazából saját magát megtalálja? Hát nem tudom, ebben mi a nyakatekert, meg mi a vallásos. Hát ő mondta, hogy aki elveszíti az ő életét, az megtalálja azt. Hát nagyon sokan azért térnek meg, vagy tértünk meg, mert ráébredtünk, hogy ez az egész, amit addig megéltünk, az egy kapufa. Az nem működik. Hogy ott valami, azaz nem én vagyok. Bármennyire is legyenek sikeresek vagy sikertelen életek, mindenki ráébred, hogy nem, valami, a lényeg nincs meg. És azért jöttünk Jézus Krisztushoz, mert azt reméltük, hogy ő benne megvan. És tényleg megtaláltuk. Tehát amit mondasz, az én azt gondolom nem egy önző vágy. Aha. Úgy lesz igazán, tényleg úgy működik, hogyha az ember az önzését teljesen feladja. És Jézus Krisztus lesz az életének a lényege. Az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Minden ő érte, és ő benne lesz. És akkor az ember ráébred, hogy igen, ő az, aki hiányzott nekem. András, nagyon köszönjük, hogy nagyon itt voltál. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a megtisztelő meghívást, és minden jót kívánok, sikeres rádiózást nektek. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.